Az úr 1912. esztendejében április 15-én történt, hogy a Titanic az Észak-Atlanti-óceán jeges vizeiben elsüllyedt, magával sodorva 1517 emberi életet. Az emberiség által ismert akkori legnagyobb luxushajó eltűnt, emlékeztetve mindenkit a törékeny emberi mivoltára. A Titanic elsüllyedése azonban több, mint egy történelmi tragédia. Ez a történet a bátor hősiességről és a rendíthetetlen hitről szól. John Harper a Titanic fedélzetén tartózkodott, amikor a hajó elindult legelső útjára az angliai Southamptonból. Harper ige hirdető volt, Skóciából, Glasgowból jött, és az Egyesült Királyságban mindenütt nagyon jól ismerték, mint tehetséges, szenvedélyes szónokot, aki sok embert vezetett Krisztushoz prédikálásain keresztül. 1912-ben Harper tiszteletes meghívást kapott Moody gyülekezetébe, az amerikai Chicagóba, ezért április 11-én felszállt a Titanicra. A világ Titanic lázban égett. Azt hirdették a hajóról, hogy nem lehet elsüllyeszteni. Ez volt az ember által addig épített leghatalmasabb mozgótárgy. Néhányan, a világ leggazdagabb emberei közül is a Titanicon utaztak. Miközben az utasok üzletügyekről, nyereségről és anyagi kilátásaikról beszélgettek, John Harper szorgalmasan hirdette Krisztus szeretetét. Szemtanúk beszámoltak arról, hogy már a tragédia előtt is hallották Harpert, aki a hit embereként kedvesen beszélget az utasokkal, megosztja velük Krisztus szeretetét. Április 14-én este, amikor sokak a válteremben táncoltak, mások szerencsét próbáltak a kártyaasztalnál, John Harper lefektette kislányát, és áhítatot olvasott, mint minden este. Éjjel 11 óra 40-kor a Titanic jéghegynek ütközött, és az elsüllyeszthetetlen hajó menthetetlenné vált. Hitetlenség vagy tudatlanság volt az oka, az utasok tovább szórakoztak. Egészen addig tartott ez, amíg a legénység vészjelző rakétákkal világította meg a sötét égboltot, az utasok végre felfogták, hogy milyen súlyos a helyzet. Aztán kitört a pánik. Mindez olyan gyorsan történt, hogy Harper azonnal cselekedett. Az ő tette történelmi példát hagyott maga után bátorságról és hitről. Harper fölébresztette a kislányát, belecsavarta egy plétbe, elbúcsúzott tőle, megcsókolta, és odaadta a legénység egyik tagjának, aki a kicsit a 11-es számú csónakba tette. Harper tudta, hogy soha többé nem láthatja a lányát, aki árván maradt 6 évesen. Ezután Harper egy utasnak adta a mentő mellényét, eldobva magától az utolsó lehetőséget is a túlélésre. Miközben a világi lehetőségek fénye kialudt, John Harperé annál inkább tündökölt. A félelem és a káosz zajában Harper az Isten adta céljára összpontosított. Túlélők mondták, hogy halálra rémült utasok körében látták őt a fedélzeten, térdre hullva imádkoztak az üdvösségükért. Hajnali 2 óra 40 perckor a Titanic eltűnt az Észak-Atlanti-óceán jeges vizeiben. Gomba alakú füst és gőzfelhő maradt utána sírját jelölve. Több mint 1000 embert hagyott maga után, akik az életükért küzdöttek, közöttük Harper is. Harper fölkapaszkodott egy roncsdarabra, gyorsan odaúszott azokhoz, akikhez csak tudott, sürgetve őket, döntsenek, vessék hitüket Jézus Krisztusba. Mialatt mások a halállal néztek farkas szemet, John Harper egyedüli célja az volt, hogy embereket nyerjen meg Jézus Krisztusnak. Nem sokára John Harper is elmerült a vízben. A hit fáradhatatlan embere még élete utolsó pillanataiban is elveszett lelkeket mentett meg. Én a Titanic túlélője vagyok. Én voltam az 1517 ember közül az egyik, akit 5 társával együtt kimentettek a jeges vízből azon a borzalmas éjszakán. Csak úgy, mint több százan körülöttem, én is ott küzdöttem az óceán hideg sötét vizeiben. Az elveszettség jajkiáltásai visszhangzottak fülemben, amikor mellém úszott egy ember és megszólított. Megmenekült már a lelked. Hallottam, amint másokhoz is oda kiált, miközben ő és körülöttünk mindannyian elmerülnek a vízben átlépve az örökké valóságba. Ott voltam egyedül az éjszakában, alattam több mint 3000 méternyi mélység. Krisztushoz kiáltottam, hogy mentsen meg. Én vagyok az utolsó, akit Harper az Úrhoz vezetett. Harper akkor már tudta, hogy nem éli túl. Mégis a halhatatlan hitről és Isten beszédéhez való hűségről mindenki számára élő példát hagyott hátra.
Az elkeseredetten fuldokló férfiak, nők és gyerekek között mindannyiuk tekintetét a keresztre irányította. Úgy halt meg, ahogyan addig is élt ajkain egyetlen névvel, Jézus Krisztus.